Egy főút mentén bokrokkal, fákkal övezett részen várja a gyorshajtókat a Trafipax. Korábban egy egységes hibahatárt alkalmaztak a mérésnél. Ez azt jelentette, hogy 100 km per óra alatt 3 km per óra, a felett pedig 3%-os értéket vettek figyelembe a rendőrök a sebesség túllépés megállapításánál. Így, ha valakit lakott területen 50 km per órás megengedett sebességnél 52-vel mértek be, akkor ebből levonva a 3 kilométeres hibahatárt 49 km per órát vettek figyelembe, ami alapján szabálysértési eljárás sem állapítható meg. Május 1-ével ezek a hibahatárok szűntek meg, a csekket pedig már csekély sebesség túllépésnél is küldhetik. Példaként szemléltetve az 50 km per óránál most a közigazgatási bíróságnak határa az 66 km per óra, és a feletti gyakorlatilag innentől kezdődik a 30 ezer forintos fix bíróság. Ennél nincsen mérlegelési lehetősége a hatóságnak, ez gyakorlatilag le van írva szabályzókba, ennyit fog kapni az állampolgár, aki elkövette. Annyi azért lényeges, hogy a megállítás a sebességellenőrzésnél minden esetben, aki vezette a járművet, az kapja meg akár a közigazgatási bíróság hatája alá tartozó sebesség túllépésnek a összegét, illetve a bírságát, míg az objektív felelősség esetén gyakorlatilag az üzemben tartóval szemben szabjuk ki a bírságnak az összegét. A szabálysértésnél 5-től 50 ezer forintig terjedhet a büntetés összege, közigazgatási bírság esetén pedig 30 ezertől 300 ezer forintig büntethetnek, emellé viszont az elkövetett sebességtúllépés mértékének megfelelően 4, 6 vagy 8 büntetőpont is jár. A gyorshajtók kiszűréséhez egyre modernebb eszközök állnak a rendőrség rendelkezésére. A jelen felállásban gyakorlatilag, amit használunk, hát a fő közlekedés útvonalakon úgynevezett a fix kapuk vannak gyakorlatilag, ahol a fixent van a véda telepítve, illetve vannak a VHKKP-k, amit gépjárművel szerelve, akár lábon, hát eszközön, egy állványon tudjuk használni, vagy akár a városban is található trafihókzó bele van helyezve, és akkor úgy tudjuk alkalmazni. És természetesen igen, van a mozgó sebesség ellenőrzésre is lehetőségünk. Ez az úgynevezett fáma lézer típusú mozgás közbeni sebességmérésre alkalmas eszköz, ami egy gyakorlatilag általánosságban civil gépjármű van, és azzal a menet közben tudjuk mérni az állampolgároknak a sebességét. Ilyen mozgás közbeni mérőből 3 új eszköz is érkezik a Vármegyébe. A szigorításra azért volt szükség, mert Szabolcs-Szatmár-Berekben is a vezető baleseti ok a gyorshajtás.